Megkezdte megyejáró fórum sorozatát a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei civil információs centrum. 13 járásban tartanak majd előadásokat a fejlesztési és civil célokkal kapcsolatban. 2019. október 1-én nyílik meg a Nemzeti Együttműködési Alap 2020-as pályázati időszaka. A fórum sorozat első állomása Vásárosnamény volt csütörtök délután. Ezzel is jelezzük, hogy számunkra nem csak a megyeszékhely, hanem minden járás fontos, minden civil szervezet, minden közösség fontos. El fogjuk mondani azt, hogy mik lesznek a feltételek, ugyanúgy összevont és egyszerűsített pályázat az 5 kollégiumban, és 7,7 milliárd forintot osz szét Magyarország kormánya a Nemzeti Együttműködési Alapon keresztül. Ez a 2012-es évhez képest, ami a nyitánya volt a NEA-nak, több mint a duplájára emelkedett most már a forrás. Ez egy komoly lehetőség a civil szervezetek számára, ahogy a különböző EFOP-os pályázatok is. A 2013-20-as időszakban, amit tulajdonképpen most élünk, tehát ezeknek a forrásoknak a nagy részét most költik a kedvezményezettek, majdhogynem 1000 milliárd forintból gazdálkodhatott ez az operatív program, és tulajdonképpen felöleli az összes olyan területet, amely az Emberi Erőforrás Minisztériumához tartozik. Köznevelés, egészségügy, szociális terület, egy pici kultúra, egy pici sport, mert ezeket közvetlenül az Európai Unió nem támogatja. Ezek a területek mind hozzánk tartoznak, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyébként nagyon jó pályázónak számít. Az összes operatív program tekintetében több mint 370 milliárd forint érkezett ide az elmúlt 7 éves időszakban. Ezek közül vannak lezárt és még folyamatban lévő pályázatok is. Vásárosnamény kifejezetten jól gazdálkodott a lehetőségekkel. A település főleg toppos forrásokat használt fel a minőségi változtatások érdekében, közel 3,5 milliárd forint értékben. Gondolok itt a munkába járás segítése kapcsán kerékpárút építésre, óvodafejlesztésre, a kettes szegregátum fejlesztésére. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy az elmúlt időszakban bölcsőde fejlesztésre is sor került a városban, és ez térségi jelleget és térségi feladatokat is megold, de azt is látjuk, hogy nem állhatunk meg, hiszen az ipari területünk is folyamatosan bővül, itt útépítés, csapadékvizelvezetés, illetve közvilágítás valósul meg egy csarnok építéssel párhuzamosan. Ezen kívül a zöldváros projekt megvalósítása is folyamatban van Vásárosnaményban. Hasonlóan látványos eredményeket tud felmutatni a megyei önkormányzat is. Ezen elemzések és tanulmányok alapján készül a következő 7 éves ciklus tervezése és a fejlesztés politikai célkitűzések. Azt már lehet tudni, hogy még inkább integrált programokról lesz szó. Tehát olyan programokról, amelyek nem ágazati struktúrában gondolkodnak, hanem integrált fejlesztés politikában. Ez azt jelenti a gyakorlatban, meg látásom szerint, hogy még kevesebb ágazati program lesz, még inkább koncentrálódnak ilyen szempontból a feladatok. Sajnálatos módon a források előzetes becslések szerint csökkenni fognak, de hát ezzel még komoly tárgyalások várhatóak az európai parlamenti szintéren, illetve az Európa Tanács a kormányközi egyeztetésekben is. Reméljük, hogy azok a legpesszimistább számok, amelyek most forgalomban vannak, még nőni fognak. Ez a megyei fejlesztés politikára is hatással lesz, de ahogy eddig, úgy a jövőben is nagyobb forrást kapnak a hátrányos helyzetű térségek. Ez a célja ugyanis a kohéziós politikának. Megyénknek fontosak a határmenti programok is, ezek tervezése is folyamatban van.